Szirenyics Miklós a harmadik helyen végzett februárban a németországi Düsseldorfban rendezett Grand Slam versenyen, így az atomerőmű eset cselgáncsozója hatalmas lépést tett az olimpiai kijutás felé. A koronavírus járvány miatt március elején a kvalifikációs megmérettetéseket sorra lemondták a szervezők, később a tokiói olimpiát is egy évvel elhalasztották. Március közepén Magyarországon is életbe léptek az egészségügyi korlátozások, így a dzsúdósok felkészülése is félbeszakadt. Nekünk is váltanunk kellett, amint a szigorítások bejöttek. Pakson igazából egyénileg tudtam edzeni, a sportág specifikus mozgásokat kerülve, minden korlátozást betartva, ami azt jelenti, hogy főleg erőléti edzéseket tudtam végezni a teremben. Igazából kisebb csoportokban edzettünk, volt egy edzőtársam, és vele csináltunk szabadtéri, illetve beltéri edzéseket, ami ugye az, mint említettem, az erőléti, vagy erőlét fejlesztésére irányult. A Piros-Kék Klub versenyzője a pauza ideje alatt is folyamatosan figyelt súlyára. A 100 kg-os sportoló elmondta, nála nagyobb súly ingadozás is belefér. A 2018-ban összeszedett csuklósérülés már a múlté, így teljes erővel a jövő feladataira koncentrál Szirenyics. Május 31-én zárult van a kvalifikációs rendszer, hát hogyha minden nap terv szerint halad. Most ezt kibővítették még a június 30-ig, amíg úgy volt, hogy az olimpiát megrendezik, nem ebben az évben. És most ugye, hogy eltolták egy évvel, ezért a kvalifikációs versenyeket is ugye ki fogják bővíteni, illetve az egész kvalifikációs rendszert június 29, azt hiszem, tehát június végéig lesz, 2021 június végéig lesz meghirdetve. Hát addig fognak versenyeket rendezni, és ez, ahogy olvastam a közleményekben, minden verseny beleszámít. A tervek szerint a kvalifikációs sorozat szeptemberben indul. A játékokon egy súlycsoportban egy nemzet, egy sportolója vehet részt. Az atomerőmű ESE versenyzője jelenleg kijutó helyen áll. A Szirenyics Miklóssal készített beszélgetést teljes egészében visszanézhetik a www.telepaks.net internetes oldalon.